milyen probléma van a vagykonszulnak? Az az igazság, egy nagyon érdekes témáról fogunk ma beszélgetni. Bevallom őszintén, nekem nagyon imponáltak az első hírek ezzel kapcsolatosan, hiszen már hónapok óta azt hallottam kormányzati körökből, vagy kormányzati körökhöz közel álló személyektől, hogy Debrecennek Orbán kormány, az Orbán kormánya egy igen megtisztelő és jelentős szerepet szán, gyakorlatilag Budapest helyett egy újabb főváros szeretnének létrehozni. És hát az az igazság, hogy igazi tőzsgyökeres debreceniként, lokálpatriótaként egy picikét megdobbant a szívem, hogy végre Debrecen a helyére kerül, meg fogja kapni azt a rangot, ami hát eddig igazán nem volt jellemző Debrecenre, azonban az újabb hírek elkeserítettek ezzel kapcsolatosan. Tudnélik, úgy hírlik, és most már információk tömkelege van a birtokunkban erről, hogy az új nekünk szánt szerep közel sem abban a tekintetben Magyarország fővárosa, mint ahogy mi gondoltuk. Jó napot kívánok! Még csak nem is Európa kulturális fővárosa, amire ugye pályáztunk, és nem is egy 21. századi nagyvárosi vízió, de még csak nem is az ország második legnagyobb városának a szerepe. Ennél sokkal megalázóbb szerepet szánnak nekünk. Úgy tűnik, hogy sokkal inkább egyfajta anakronisztikus, uradalmi központ szerepet szánnak Debrecennek, amelyben majd a diktatúra és annak felkent oligarchái lehetőséget kapnak arra, hogy lerabolják Debrecen városát, Debrecen vállalkozásait, Debrecen vagyonát, és ezzel is gyarapítsák saját családi vagyonukat. És most már úgy tűnik, hogy Debrecen lerohanásához nem csak a terv van meg, hanem megvan a jóváhagyás is. Rábólintottak talán az engedélyekre. Szintén igen magas körökből származó információink szerint nem meglepő módon két embert, illetve oligarcha csoportot jelöltek ki Debrecen város elfoglalására, lerohanására, és ez a két név szerintem mindenki számára ismerős lesz, Mészáros és Vajna. Ők lesznek azok a felszámoló biztosok, akik talán már az elkövetkezendő hónapokban saját, illetve hozzájuk közel tartozó érdekeltségeiken keresztül viszik vagy vinni szándékoznak, és itt most hangozzanak el azért mégiscsak konkrétumok. Egyrészt az önkormányzati média meghatározó jelentős részét, másrészt a Lokit, harmadrészt pedig a Modern Városok program keretén Orbán Viktor által olyan nagy lelkűen nekünk adományozott milliárdos beruházásoknak a hasznát. Én úgy hiszem, hogy elfogadhatatlan az, hogy Debrecen város vezetői szótlanul tűrik ezt, az még inkább elfogadhatatlan lenne különben, ha mindehhez aktív szerepet is kapnának, és aktívan részt is vennének ebben, részt vennének Debrecen város kiárusításában és elárulásában. Úgy hiszem, megalázó ez a szerep, hiszen Debrecen város polgármestere ebben az esetben az oligarchák kezében nem lesz más, mint egyfajta portás az oligarcha vállalkozások céghálójában. És az erre kárhoztatott szerep szerintem mindennek tekinthető, csak megtisztelőnek nem. És azért is vagyok itt most, pont a polgármesteri hivatal előtt, hogy megkérjem, felszólítsam, mi több, követeljem Debrecen város polgármesterétől, hogy egyszer és mindenkorra lépjen ki ebből a megalázó szerepből. Lépjen ki ebből a neki szánt helytartói, portási szerepből, és ne engedje városunkat lerohanni, ne engedje városunkat megvenni, lerombolni, legyen szó bármilyen Orbán barát oligarcháról, gázszerelőről, vagy esetleg a mi pénzünkből milliárdossá vált külföldről hazatántorgott vigécről is. Tehát úgy hiszem, hogy össze kell fogjunk a polgármesternek, végre a sarkára kell állni, végre 200 ezer debreceni érdekeit, nem pedig Orbán Viktor rablóhordáit kell képviselni ebben az ügyben. Mit tudsz alakíról? Nyilvánvaló módon ugye ezek az információk nagyon bizalmas jellegű információk, azonban tudomásom szerint már elindultak azok a tárgyalások, sőt igazán jó pozíciót is nyertek már, hogy a Loki tulajdonos cseréljen,
a Szima család ebből kiszálljon és belépjen valamelyik Orbán által kijelölt oligarha, tehát vagy Mészáros, vagy pedig a Bajna oligarha, vagy annak a cégcsoportjai. Én úgy hiszem, hogy ez egy hihetetlen alpári és megalázó játék, amit folyik. Teljesen természetesen tisztában vagyok azzal, hogy a mai világban minden aladó, és akinek van pénze, bármit megtehet, de úgy gondolom, hogy ezt azért mégsem. Az, hogy itt állunk, annak többek között az a célja, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy eddig és nem tovább. Tehát el a kezekkel Debrecenből, legyen szó itt az ország első gázszerelőjéről, vagy Emu Vajnáról, vagy bárkiről is az Orbán oligarchái között. Debrecen városa nem eladó, se a Loki nem eladó, és se semmi más nem eladó. A rádióban azt tudjuk, sőt, most ezek közlemény is a nagyobb kezelőtől, tehát az rendben van. Mármint, hogy ahhoz most nem tudom mit hozzátenni. Igen. De hogy akkor még említetted a Modellvárosok programot, ott hasonló felállással? Tudomásom szerint igen. Ugye nyilvánvaló módon itt hatalmas összegről van szó, itt milliárdokról beszélünk, sőt, hát 10 milliárdokról. Ismerve különben az eddigi beruházásokat, ez nem az 50-70 milliárdot, hanem a 100 milliárdot fogja közelíteni majd, amire majd egyenleget vonunk. És nyilvánvaló módon jönnek azok az információk, hogy alapvetően a cél az az, hogy a modern városokba bele injektált milliárdokat azt le lehessen húzni, ezek a pénzek magánzsebekbe vándoroljanak nyilvánvaló módon úgy, hogy közben olybá tűnjön, hogy Debrecen városa fejlődik, holott tudjuk nagyon jó, hogy nem ez lesz a cél. A cél az egyértelműen az, hogy legújják ezt a hatalmas pénzt. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!